Jó napot kívánok, ez a Kanizsa Café, elérkeztünk a hét utolsó adásához. Ezen a héten Baráth Zoltán, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola igazgatója vendégeskedik nálunk. Köszöntelek ebben az adásban is. Picit általánosítva, és lehet, hogy most a közvetlen zeneoktatástól és az intézménytől, az iskolától elszakadva, de mégiscsak a művészetek vonatkozásában beszéljünk arról, hogy szerinted, a te meglátásod szerint, és ha valaki, akkor neked erre rálátásod van, függetlenül attól, hogy most mennyien tanulnak nálatok táncolni, zenélni, rajzolni, mekkora a társadalmi igény a művészetek felé, a művészetek iránt. Ugye szintén sztereotípia, és talán mondjuk a sztereotípiához képest mintha lenne is változás, de itt a rendszerváltás után volt egy azt mondom 10 év, amikor nekünk minden új volt, minden jött nyugatról, azt a kultúrát és azt a fajtát, ami nem feltétlen a miénk, vagy nem mindenben önazonos a miénkkel, próbáltuk követni, kinyílt a világ, és minthogyha a saját kultúránkat, és ez igaz a színházra, igaz a zenére, igaz a képzőművészetre, egy picit hanyagoltuk volna. A másik, hogy ugye mindenkinek több dolga lett, másodállás, harmadállás, család, stb. És a fölgyorsult világban kevesebb idő maradt a kultúrára. Most, mintha egy pici változás lenne, de ezt te nyilván különféle rendezvényeiteken, és hát járva az országot azért te sokkal pontosabban tudod detektálni. Szóval, hogy hol a művészet, hol a kultúra szerepe a mai Magyarországon? Hát visszatérve a kérdés első részére, elég sok minden volt benne. Összetett volt, és ha akarod, akkor 20 percig beszélhet. Tehát én 93 óta vezetem ezt az intézményt, tehát 25 éve, és a statisztikai adatok azt mutatják, hogy körülbelül azon a létszámon mozog az intézménynek a növendék létszáma, mint ahogy elkezdtük. Ez azt jelenti, hogy relatív növekedésben vagyunk. Hiszen 93 óta milyen mértékben csökkent a... Kevesebb a gyerek. Hány iskola szűnt meg Nagykanizsán? Tehát tudnék még több érvet is mondani. Tehát mi megtartottuk ezt a szintet. Tehát a társadalmi igény az megvan. Ennek az igénynek mindig az szabb gátat, hogy hány tanárt tudunk megnyerni az iskolának, hogy itt tanítson. És ez a fajta státusz mennyiség határozza meg a növendék létszámot alapvetően a felső szinten. Persze vannak divatosabb hangszerek, divatosabb tárgyak és kevésbé divatosak, de mi megpróbáljuk az arányosságot biztosítani, és mindeddig sikerült is. A kérdés második része, hogy mennyivel került központi szerepbe a művészetek. Talán egy picit igen, tehát úgy vettük észre, hogy a médiában is ez most fontos a társadalom számára, hiszen tényleg olyan leterheltsége van az embereknek, annyi a stressz, annyi a szertágazó feladat, sok probléma van, hogy szükség van valamire, ami ezt a sok mindent feloldja. És szerencsére mi, hiába vannak különféle nyugati próbálkozások, azért nekünk van egy kodályunk, aki egy olyan rendszert alakított ki, ami máig érvényes. Tehát az a fajta koncepció, az a modern korba is átülthethető, hiszen ő nem egy kőbevésett valamit írt le, a módszer nem is az övé, hanem a kodály tanítványok dolgozták ki a kodály felügyelete mellett. Inkább ő arra gondolt, hogy minél több gyereknek legyen lehetősége zenét tanulni. Tehát minél több gyerek kapja meg ezt a művészet oktatást, az a helyes irány, és azért most azt látjuk, hogy ez a törekvés az kicsit megerősödött, megvan, és megpróbálunk minden körülménnyel együtt, tehát együtt élni, és ezt a fajta koncepciót folytatni. Hadd kérdezzek tőled butaságot, mert nyilván nehéz erre válaszolni, illetve a válasz valószínűleg az lesz, hogy mindkettő fontos. Már megelőlegezem az A választ, de légy szíves egy B választ, egy kicsit részletesebbet adj. Mi a fontosabb, vagy mi esik nagyobb súllyal
alatba. Az, hogy ugye beszéltünk, hogy mivel lehet mérni mondjuk egy művészeti iskola teljesítményét, hogy hányan mennek tovább tanulni, hányan kerülnek adott pályára mondjuk zenében, táncban. Ez-e? Vagy pedig az, hogy, és ez erősen optimista jövőképet feltételez egy-egy intézményről, hogy a következő 10, 20, 30, 40 év magyar kanizsai kultúra szerető, színházba, koncertre járó, és azt értő kiállításra, és azt értő közönséget neveljen ki. Olyat, akinek nagyon röviden összefoglalva nem idegen a kultúra, akinek nem ciki, hogy elmegy egy komoly zenei koncertre, ahelyett, hogy bocsánatot kérek, bármit mondhatnék a Barátok köztött, vagy az Éjjel-nappal Budapestet, vagy bármit nézne a televízióban, hanem inkább fölkerekedik, és ha van valami lehetőség itt, vagy 50 kilométeren belül, akkor oda elmegy. Mert ez misszió, ha ez a része, azt hiszem. Igen. Na, és akkor melyik a fontosabb? Induljunk innen, aztán beszéljünk a misszióról. Ugye megerőgezted a választ, természetesen mind a kettő. És az, hogy zeneszerető, kultúra szerető, művészeteket szerető közönséget neveljünk, ez egy alapvető cél, az természetes. Hiszen másképp nem is lehetne ezt a fajta tevékenységet folytatni. Az, hogy továbbtanulókat is kitermelünk, az pedig nekünk önös érdekünk, hiszen valószínűleg, ha majd ők elvégzik a tanári szakot, akkor visszajönnek hozzánk. Van erre példa? Igen, én magam is példa vagyok rá, és nagyon sokan vannak még így az iskolában. Hisz azért nem könnyű egy pályakezdőnek, mert a pályakezdők, a gyakornokok, gyakornoki fizetések azok nagyon alacsonyak, mondjuk Nyíregyházáról ide eljönni, az nem egy egyszerű dolog, mert valahol lakni kell, stb. És hát a gyakornoki fizetésbe indulni, az nagyon nehéz. Azon kívül az az igazság, hogy vannak olyan városok, amelyek többet tudnak nyújtani, mondjuk Zalaegerszeg, ahol van egy színház. Tehát itt nekünk olyasmit is kell biztosítani, hogy van egy amatőr szimfonikus zenekar, hogy ott is játszhat, tehát különféle csábításokkal kell élni, úgymond, és mégis arra számíthatunk leginkább, akiket mi termelünk ki. Tehát innen mentek középiskolába, illetve felsőoktatásba. Ezeket várhatjuk vissza reálisabban, és erre nagyon nagy szükségünk van. De ez jó is, hiszen nekik megvan a ragaszkodás, meg a szülőföldhöz való szeretet. Tehát neki nem kell magyarázni, hogy ez Nagy Kanizsa, és itt találd meg a térképen, mondjuk, ha egy nyíregyházit csábítasz. Igen. És hogy itt milyenek a lehetőségek, milyenek az emberek, milyen a kulturális élet, ezt ismerik. Csak ha nagyon sikeres növendéket termelünk ki, már bocsánat, hogy ezt mondom, akkor ugye van kettő is, aki... Az egyik most doktorandusz, nem akarom mondani, hogy milyen szakon. Hát ő most egy darabig még nem hiszem, hogy visszajön, és nem is biztos, hogy visszajön hozzánk, mert olyan magas szintre jutott el. A másik is inkább egy profi együttesbe táncol, mert hát itt nincs az Nagy Kanizsán. Na jó, de az büszkeség az intézménynek. Tehát ez nem gond, csak nekünk nagyon fontos lenne, hogy legyenek olyanok, akik visszajönnek ide tanítani. És akkor ezek szerint e tekintetben keresleti piac van, tehát ugye hogyne. Művészeti iskolák idézőjelben, vagy akár nem idézőjelben vadásszák a leendő kollégákat. A szavaidból ez derül ki. Igen. Hát azt látjuk, hogy az oktatás nagyon sok területén van ez a probléma, és nálunk is. Tehát zongoratanár találni az egy nagyon nagy probléma, Budapesten is probléma. És mondhatnám még többi hangszert is. Tehát ez a jövőben egy nagyon nagy gondja lesz az intézménynek, mert viszonylag az átlag életkor magas, 47 év körül van. És többen mennek nyugdíjba a következő évekbe, úgyhogy hogy ez fontos ez a terület. Tehát akkor egy fiatal legény vagy leányzó perspektívát is találhat magának. Tehát gyakorlatilag beiratkozik hozzátok, kicsit elmegy tanulni és visszajön hozzátok, tehát tulajdonképpen elkezdődik és befejeződik már, mint nem a biológiai élete, hanem mondjuk a munkássága akár ebben az intézményben. Azért ez nagyon-nagyon ritka, és ez egy jó perspektíva. Igen. Hogyha valaki ügyes, tehetséges és elvégzi a
Tehát van egy biztos jövőkép. Igen. Van egy, igen. Hogyha a vég tud haladni az úton, természetesen ezt hozzá kell tenni. De hát milyenek a mai fiatalok? Minél kevesebb munkával, minél több pénzt keresünk. Jó, de ez előbb-utóbb azért mindig kiderül, hogy ez nem megy. Tehát egy-kettőnek megy az ügyeskedéssel, meg a mindegy, ezt hagyjuk, ez már társadalom kritika lenne, de néhányaknak van, persze azokat ismerjük, és azokat a példákat, de azokat a média sem mutatja, akik szintén ezt megpróbálták, de nem ment. Ugye? Igen, de az elején mégiscsak vannak próbálkozások, és hát a művészeti, művészeti területen is. Tehát éppen amiről beszéltünk, igaz, hogy a tehetségkutatókkal kapcsolatban, de nem csak tehetségkutatók vannak, hanem más média megjelenések vagy kereseti lehetőségek, akár a zene, a tánc, a képzőművészet terén, amelyik vonzóak, és mondjuk egy ilyen kezdő tanári fizetés az nem hatja meg őket. Igen, csak hogyha az embernek van egy pici esze, és már pedig azért ma már nem csak pici esze van az embernek, hanem Google hozzáférése is, és mondjuk elkezd kutakodni, akkor azért meg lehet találni azokat a nagyon-nagyon rossz példákat, és azokat a személyes vallomásokat, és tönkrement életeket, akár a művészeti vonalról is beszélve, amikor lehet egy évig pénzt keresni, de használják és eldobják az embert. A zeneiskola nem ilyen. A művészeti iskola, bocsánat, én zeneiskolát mondok, de művészeti iskola nem ilyen. Természetesen nem ilyen. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép pálya, hiszen mindenki megvalósíthatja önmagát idézőjelbe véve. Ha szereti a gyerekeket, akkor kap vissza szeretetet is a gyerekektől, sikert, ha nagyon akarja és beleteszi a munkát. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy szép, szép feladat. És hát diákként erről még mindenféleképpen beszéljünk, egy csomó-csomó dolgot meg lehet tanulni. Tulajdonképpen lehet, hogy picit túlzásnak hangzik, de majd aztán erről elmondod a véleményet, hiszen azért hozom szóba, mert kíváncsi vagyok rá, hogy igazából társadalmi szerepeket is meg lehet tanulni. Gyakorlatilag mondjuk a zeneoktatás fölkészít az életre, hiszen együttműködni, zenekarban játszani, egyáltalán közösségben létezni, ha úgy tetszik, az 1.0 az élethez, azt gondolom, és már gyerekkorban megszerezhető. Igen. Tehát ha ezt a társadalmi szerepet nézzük, akkor én azt szoktam mondani, hogy három dolgot kell nekünk megtanítani, és a zene az kiválóan alkalmas erre, a vezetni tudást, a kiszolgálni tudást és az együttműködést. Hogy néz ki ez mondjuk egy kamarazenekarban? Vannak olyan részek, ahol szólózni kell az egyik hangszernek, és ott ki kell emelkedni, vezetni kell a többieket, stílusba, tempóba, stb. A többieknek viszont, és vannak ilyen részek, ahol ki kell szolgálni, kísérni, nem szabad elnyomni, hanem követni kell a vezetőt. A harmadik, amikor együtt kell működni, és bele kell olvadni egy együttes erőbe. Szerintem ez a fajta hármas szerep jellemzi egy olyan személyiséget, aki közösségben demokratikus módon tud létezni. És ha mind a hármat tudja, akkor lesz igazán jó személyiség, vagy pozitív személyiség. Május utolsó előtti hetében járunk, jövő héten már június lesz. Ez egyben azt is jelenti, hogy vészesen közeledünk a tanév végéhez. Milyen volt az idei? Az idei év nagyon szép eredményeket hozott. Én azt hiszem, hogy hosszú évekre visszatekintve az egyik legsikeresebb évünk lesz, akár a versenyeredményeket nézzük, akár a felvételizők számát. Hát most kezdődik a vizsgaidőszak, már ma is lesz egy úgynevezett művészeti alapvizsga szófésból. Ez ilyen záróvizsgának tekinthető? A művészeti alapvizsgát azoknak kell tenni, akik elvégzik az alapfokot, és ez a feltétele annak, hogy továbbképzőbe léphessenek. És van még egyfajta típus, ez a záróvizsga, ami nem kötelező. Amikor a 12 évfolyamot elvégzik, akkor lehet záróvizsgát tenni, és ezt a bizonyítványba beírjuk. Tehát ez egy komolyabb, mert természetesen van az évvégi vizsga,
amely egy háromtagú bizottság előtt zajlik, de ezek a szakmabeli kollégák és a saját teremben történik általában, vagy a saját helyen, ahol egyébként az órák vannak. Az alapvizsga viszont nagy terem, intézményvezető, bizottság, stb. Ez egy kicsit ilyen komolyabb valami. És ahogy én figyelem a ti munkátokat, működéseteket, ez tudatos stratégia, hogy kinyitottátok az iskola kaput a város felé, a nagy közönség felé, tehát nem csak gyerekeket oktattok, készítetek föl, viszitek 12 év folyamon át, hanem az is fontos, hogy olyanok is elmenjenek egy-egy koncertre, egy-egy bemutatkozásra, számos programot lehetne felsorolni, akár csak az elmúlt néhány hónapból, és ahová a város minden polgára, aki nem is kötődik az iskolához, mert nem jár oda gyereke, unokája, ő sem járt oda, de jöhet. Tehát van egy ilyen erőteljes nyitás, és ez nem ebben a tanévben kezdődött, hanem ez már régebb óta megfigyelhető folyamat. Ez tudatos? Tudatos építkezés? Természetesen tudatos építkezés, hiszen szükség van arra a társadalmi erőre, amelyik megtartja az intézményt. És ez mi egy picit hozzá tudunk tenni. Én mikor kezdtem 76-ban, akkor a zeneiskolák még ilyen szakköri soron voltak a költségvetésben, a szakkör pedig tudjuk milyen, vagy van, vagy nincs. Úgyhogy egy bizonytalansági létbe élt az egész szakma, aztán akkor 85 körül született valamilyen tanterv, amelyik már egy kicsit rögzítette azt, hogy ez valami más, és a 90-es években került arra a posztra, hogy ez is iskola. Tehát nem lehet csak úgy kitörölni az oktatásból, hanem ez a közoktatás része, a művészeti iskola. És emiatt nekünk nagyon fontos a társadalmi megítélés. Egyrészt a város felé is mindig együttműködtünk, mindig számíthattunk a mindenkori városvezetőkre, hogy segítették az intézményt. Ezért mi is mindent megtettünk, hogy a megfelelő ünnepségeken, vagy akár a közismereti iskolák megfelelő ünnepségein szerepet vállaljunk, azokat segítsük, számtalan kiállítást megnyitok, meg mindenhol, ahol szükség volt ránk, ott természetesen vállaltuk ezt a fajta szerepet. És ha vannak nagyobb rendezvényeink, akkor várjuk a Nagykanizsa egész közönségét. Ez egyébként nyilvánvalóan nekünk majd növendéket is hoz a jövőben, hiszen fontos az, hogy amikor hozzánk jönnek, akkor sok növendék legyen, akikből esetleg lehet válogatni. Te egyébként a művészi pályát, akármilyen művészeti ágról is beszélünk, jó szívvel tudod ajánlani egy mai fiatalnak. Tudjuk nagyon jól, hogy menedzserként, bankárként, informatikusként, mérnökként, stb. Kettő, három, négy, aki nagyon kiemelkedő, ötször annyit lehet keresni, mint mondjuk, bocsánatot kérek, akár egy zenekarban játszó zenészként, mert hát azért itt a bérek fölzárkóztatása még talán nem történt meg, mint mondjuk az úgynevezett versenyképes szakmáknál, de te 41 év tapasztalatával tudod ezt ajánlani, jó szívvel tudnád arra felé terelni a mai fiatalokat, a mai növendékeket? Igen, én jó szívvel tudnám ajánlani, de az ember másképp gondolkodik már egy picit. Mert azt gondolom, hogy az nem minden, hogy az ember sokat keressen. Az a fontos, hogy tisztességesen tudjon megélni. Tehát ne legyen, ne legyen gond a lakhatás, ne legyen gond, hogy minőségi ételeket együnk, ne legyen gond elmenni nyáron két hétre nyaralni. Ha ezek az alapdolgok megvannak, a többi már plusz extra, amihez ha valakinek van kedve, akkor még hozzákeres. Természetesen minél idősebb az ember, azért a pedagógus életpálya modell valamennyire kompenzálja azt a keresetet, de nem hasonlíthat össze versenyszférával, ez mindenképpen így van. De szerintem, mint ahogy mi is a feleségemmel, ugye két zenetanár valahogy elboldogult az években, nyilván egy intézményvezetői fizetés az magasabb, de én azt gondolom, hogy más példákon, már kollégák példájain alapulva meg lehet belőle élni tisztességesen, és ez nem egy rossz jövőkép, lehet ez egy boldog munka, tehát egy szép életpálya is. Én mindenképpen annak tartom.
Na, azt gondolom, hogy ez a végszó, és itt kimondtad a kulcsszót, hogy egy boldog életpályát kínálhat a művészeti pálya, és azzal nem lehet versenyezni a múltig gyilkos tempójával, ahol 3 évet le tudsz húzni, aztán utána el kell menekülni, mert tönkre megy az ember élete, még ha 3-szor annyit is lehet az alatt a 3 év alatt keresni. A boldog életpálya. Nagyon szépen köszönöm, és akkor sok-sok boldog életpályát tanári karnak, gyerekeknek, mindenkinek az intézményetekben, és a nyárra meg majd jó pihenést. Köszönöm, hogy megtiszteltél ezen a héten. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Jövő héten kettől ismét új vendég, új téma, ahogyan azt a Kanizsa Caféban megszokhatták, és ha van kedvük, vagy valamelyik műsorról lemaradtak, de érdekli önöket, akkor a szokásos rendszerint a hétvégén az ismétlésekben megnézhetik azt is. Mindenkinek jó hétvégét kívánok, találkozunk a jövő héten is, viszontlátásra. A műsor dekorációját a Bíborvirág készítette.